acho o samba. Lehet üntve ágyak, sercegőlem az én. Egy rendhagyó, vagy éppen hagyományteremtő majálist szerveztünk az esélyközösség tagjaival. Itt a Dankó utcában, Budapesten, az Oltalom Karitatív Egyesület központjában. Tudják, itt egymás mellett több olyan intézmény is van, meglehetősen mostoha körülmények között, amelyben Iványi Gábor és közössége igyekszik azoknak adni, akiknek kevés jutott a közös esélyeinkből. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy mi nem sörrel és vúslival köszöntjük a majálist a Ligetben vagy bárhol máshol, hanem meghirdettük, hogy akinek van kedve önkéntes munkára jöjjön. Azt kérték Iványi Gáborék, hogy ezt a régi öreg kapujukat, ezt csiszoljuk le, fessük le, odabent segítsünk egy kis takarításban. Hoztunk természetesen magunkkal egy ebédet itt a 150 fős hajléktalan szállóban lévő ellátottaknak, és közben pedig meglepetés vendégként Gerendás Péter is csatlakozik egy kis gitár és énekszóval. Legyünk együtt, teremtsünk közösséget, segítsünk azoknak, akiknek erre szüksége van, hiszen a szolidaritás kezd kiveszni a társadalom mindennapjaiból, annyi problémával, kínnal küszködik minden család, hogy leginkább magukra zárják az ajtót, nem néznek sem a szomszédaik, sem a nagy közösség felé. Mi azért vagyunk, hogy közösséget teremtve és esélyt adva megteremtsünk egy új közös hazát. Egy boldogabb, baloldalibb, szociálisan érzékeny és európai közös hazát. Éljen május elseje, a munka ünnepe!